zöld jelzést kapott a Kressz Kérdésbank megújítására tett javaslat, vagyis január 12-től jelentős változásokra számíthatnak a vizsgázók. Egyik ilyen, hogy a tesztek képi világa átalakul, így az ábrákon már nem a 20-30 évvel ezelőtti autók lesznek láthatók. Ezzel párhuzamosan pedig négyszeresére növekszik a kérdések száma. Voltak olyan elavult kérdések, alapvetően műszaki oldalon, de sorolhatnék ide forgalomtechnikai megoldásokat is, amik az elmúlt években jelentek meg mondjuk a járműgyártásban, illetve a forgalomszervezésben, és ezeket bele kellett venni új kérdésként, illetve a régi elavult kérdéseket, ismeretanyagokat ki kellett szedni. A cél az, hogy a vezetők felkészültebben kerüljenek ki a forgalomba. Így jelentősen csökkenhet a balesetek száma. 2020-ra 50%-kal kell csökkenteni a sérülteknek a számát. Ahhoz, hogy ezt elérjük, az nem elegendő a közlekedés rendészeti intézkedéseket megtenni, hanem szükséges a képzésnek, a vizsgáztatásnak a fejlesztés is. A kérdések tematikája, az ismeretanyag és a vizsgáztatás menete nem változott, vagyis B kategória esetében továbbra is 55 kérdésre kell válaszolni 55 perc alatt, és maximum 10 hibapontot lehet szerezni a sikeres vizsgához. Az új kérdések elérhetők a www.edukressz.hu/vizsgakérdések honlapon.